újra és újra megszervezhetjük ezeket az összejöveteleket. Fontos szerepet kap a természet is, állataival, növényeivel, csodáival. Negyedik alkalommal gyűltek össze értékhangolóra a diákok és a tanárok Dedesen, hogy a megyei önkormányzat Kincses Tolna megye című értékvetelkedőjének idei témáját, a megye természeti értékeit kutassák. Az értékmentéshez elsődleges a tudatosság, mondta a Tolna megyei értéktárt bizottság elnöke megnyitó beszédében. Végig kell nézni ezeken a fiatalokon, hogy valamilyen módon megmérgeződnek mégis, és részt vesznek a dologban olyan szinten, hogy az előző évek így versengő diákjai készítettek különb felterjesztéseket, mint a helyi értéktárbizottságok, és vált valami azért megyei értékké, mert fiatalok figyeltek föl rá. A megyei értéktár az sokak elképzelése szerint fölötte áll a települési értéktáraknak, valójában inkább szolgálja a települési értéktárakat, nem dirigálja, hanem segíti, és ugyanakkor különböző rendezvényekkel, akciókkal próbálja ráhangolni a településen ezt a tevékenységet végzőket, megvilágosítani sokszor még a magamkorú emberekbe is azt, hogy igenis kell az értékekkel törődni, mert különben csak biológiai lények vagyunk, és megfeledkezünk arról, hogy emberré azt tett minket, hogy örökítjük egymásra generációról generációra mindig a még többet és még jobbat. Tolna megye kis megye. Nekünk nincs egri várunk, nincs soproni műemlékegyüttesünk. Egymagában Sopron városban majdnem több a műemlék, mint egész Tolna megyébe. Tehát mi másképp becsüljük, vagy másképp kell, hogy megbecsüljük az értékeinket, mint nagy megyék, meg olyanok, ahova a történelem oda sűrített értékeket. És hát erre is rá lehet hangolni a fiatalokat. Az meg külön öröm, ide nyilván nem a legkiválóbb tanulók érkeznek. Egész egyszerűen azokból, hogy ők már ezerféle különböző tanulmányi versenybe érdekeltek, tehát erre már nincs kapacitásuk. Hogy maguk a pedagógusok is megrökönyödnek sokszor azon, hogy átlagosnak így gyerek egyszer csak itt megnyílik, és csodát művel a felszólalásával, azzal, hogy mit fedezett fel, azt hogy terjeszti elő, úgyhogy ez egy kellemes, jó élmény mindenkinek, aki itt van. Országos szinten Tolna megye élen jár az értéktár bővítésében. Ez nagy részt a fiatalok munkájának is köszönhető. Több olyan diák is érkezett Szedvesre, aki valamilyen hagyományt ápol, elhivatott a magyar értékek további örökítésében. Van egy lovas egyesületünk, Pincei Lovas Egyesület, ott heti szinten lovagolok és fogathajtok, és nekem ez nagyon fontos, mivel már évtizedek óta a család hagyománya. A tanárok a kutatók munkáját segítik és bevonják azokat a diákokat is, akik eddig még nem figyeltek fel a mindennapi életben használt értékekre, de lelkesek, hogy újat tanuljanak. Szekszárdról közel 20 ilyen diákkal érkezett a Csapó Dániel középiskola biológia szakos tanára. Azt gondolom, hogy manapság ez nagyon fontos, mert a gyerekek életéből azért valamilyen szinten soknak kimarad ez az értékőrzés, és nagyon fontosak a hagyományok, a gyökerek mindenki számára, és ez egy kicsit hozzásegíti őket, hogy a hagyományokat, talán a saját gyökereiket is megismerjék, és szerintem úgy az igazi élet, hogyha ezeket ismerik a gyerekek. A jövőben is kiemelt figyelem és támogatás övezi az értéktárt mozgalomhoz kapcsolódó rendezvényeket, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, aki köszöntötte a versenyre érkezőket. A diákokat illetően reményét fejezte ki, hogy nem csak a hagyományőrzés, hanem az értékteremtés is megadatik nekik. Ezeket tovább gondolva innovatív ötleteket valósítanak majd meg. A megyei szinten azt tartjuk fontosnak, hogy értékekre alapozva egy innovatív, egy továbbfejlesztett és egy fiatalos, lendületes megyét építsünk. Tolna megye a 19 megye vonatkozásában is ebben élen jár, hiszen az értéktár
bővítése, építése itt áll a legjobban országos szinten, úgyhogy ezt csak tovább szeretnénk erősíteni. És hát igazából az értékeink mind kreativitásra, innovációra utalnak, amit ugyan ez egy kicsit visszatekintés a múltban is, de ugyanakkor a fiataloknak jelzés arra, hogy tovább gondolják ezeket a dolgokat, és éppen ezekből az értékekből kiindulva akár startupokat, vagy fiatalos, innovatív ötleteket merítsenek, és hát elinduljanak a jövő felé. A rendezvényre, amelyre minden nagyobb településéről érkeztek, összesen 60-an. Ezen a vetélkedőn derül ki, melyik csapat képviseli tornamegyét a jövő év elején megtartandó országos döntőben. A tavalyi vetélkedőre elkészített javaslatok közül 9 megyei érték lett.